ugye rallizok és motorozok is, és most a motoros versenyek vannak soron. Egyre jobbak az eredmények, és ezért gondoltuk azt, hogy most a reklámspotba is, a reklámfilmbe belerakjuk a motorozást. Így kezdődik az egész film, hogy száguldok az utakon. Észszerű határokon belül természetesen. Ezért csak megállok, és elkezdek valami után keresni, kutatni. És mert csak a végén derül ki a reklámfilmnek, hogy mi is az, amit keresek. So we search the sky for any flashing signs. We've gone too far beyond the borders. It's just you and I. Apró pici, nem túl nagy baleset. De pont kapóra jött, egyébként jobban tudok így futni háttal. Csönd legyen, mert a hang is megy, jó? Kukoricás, ez hol a... 50 méter itt. A jelenet vége az az, hogy Tomi jön mögötted, és itt fog állni egy ló. Körbáljuk, mert nem koromban. És csak megállni, akkor izi nincsen probléma. Nem fog elmenni, mert legelni fog. Ez nagyon jó. Találkoztam nagyon szép lóval, ami nem mondom, hogy közel áll a szívemhez, de szeretem az állatokat. És azért nem áll közel a szívemhez, mert ugyan tudok lovagolni, de a ló azért könnyen begondolja magát, én inkább maradok a motornál. Hogy hívják? Se baj! Megpróbáltuk. A motoros rész tetszett a legjobban. És hogyha az Zoli... Habár mondjuk úgy kezdődött, hogy az egész nap, hogy technikai probléma adott a motorral, mert lemerült az akkumulátor. Valamelyik jelentet, ami a filmnek a végén lesz, ezt a közepén vesszük fel, és akkor vannak ilyen időbeli ugrások. Én elvesztem a fonalat, de hát a profik vagytok, tudjátok, hogy mik a lépések. Egy búzamezőn vagyunk, ahol pontosan azt csináljuk, hogy simogatom a búzát. Azokra a filmekre emlékeztet, mint például a Gladiátor vagy a 300. Egy picit fáradtam, mert most már jöhetne az ebédszünet. Nagyon fontos az életemben a pihenés és a kikapcsolódás, és ez lesz a reklámspot vége. Azért választottuk egyébként ezt a helyszínt, elég sokáig kerestünk, mert olyan mezőt szerettünk volna, amilyen végtelen hatást tükröz. Fantasztikusan tudom csinálni. Az lenne a legjobb egyébként, hogyha arc közéből tudnánk indulni, és akkor ahogy jövünk hát... Abba a sarokban akkor be teljesen a csörítésként. Jó. Tamecsi Gábor bennül a mező közepén egy hot spring medencében, és iszonyan élvezi, és ettől érezni fogjuk a szabadságot, a természetet. Nem túl meleg, nem túl hideg. Motoros cuccolat látjuk a földön, és már benne vagy a medencében. Nézd ki, hogy a legjobb rész következik. A lazítás része, amikor belecsobbanok a masszázs medencébe. Look at the deltas, they get all the fellas. When they throw the pyramids, ladies get jealous. And hit it
Ugye, hogy jó? És se lehetne nagy mennentés bulit csinálni. Gyerekek, mintha ez a medence csak úgy ott lenne. Én is ott leszek. Na még egyszer. Na még egyszer. Nem tudom elmondani. Pedig most jó volt.